Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán, régieket és újakat. Ebben a videóban a Kodagold 200-as filmmel kapcsolatos tapasztalataimat szeretném veletek megosztani. Tehát ha analóg fotózol és mondjuk eddig csak fekete-fehér filmeket használtál, de szeretnéd kipróbálni a színes filmeket, akkor ez a videó neked szól. Egészen pontosan a Kodagold 200-as filmet fogjuk szemügyre venni, illetve elemezni, úgyhogy kezdjük is egy kicsit a történelmével. A Kodagold 200-as film a Kodak egyik ikonikus filmsorozatához tartozik. A Kodak körülbelül 1980-ban dobta piacra ezt a szériát, körülbelül egy ilyen közepes árkategóriában volt elérhető, és népszerűségét főleg a széleskörű felhasználhatóságának köszönhette. Ezt a szériát eredetileg amatőr fotósoknak tervezték, akik egy könnyen kezelhető és jó minőségű filmre vágytak a mindennapi fotózásukhoz. A Kodagold 200-as film egy közepes fényérzékenységű film, így többféle fényviszonyok közt is jól lehetett alkalmazni, és ezért szerették nagyon sokan. De mielőtt rohannál a gép elé, hogy megrendelhessd ezt a filmet, azért hadd mondjak el pár specifikációt erről a filmről. Szerintem ez a film rendkívül jó színgazdagsággal rendelkezik, mivel élethűen és élénken tudja megkülönböztetni a különböző színeket. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ennek a filmtípusnak van egy halovány, enyhe, zöldes beütése, ami szerintem amúgy kifejezetten jót tesz ezeknek az elkészült fotóknak, vagyis hát nekem tetszik. A film szemcsészettségének köszönhetően, mivel hogy ISO 200-os tartományban van nagyjából, így rendkívül éles fotókat tudunk vele készíteni, és nem is annyira zajosak a képek, amiket elkészít. Ez a film széles expozíciós tartománnyal rendelkezik, ez azt jelenti, hogy a verőfényes napsütésben ugyanolyan jól fogod tudni használni, mint egy árnyékos környezetben. Természetesen anélkül, hogy mondjuk színintenzitást vesztenél, illetve részletgazdagságot. Ez a film annak ellenére, hogy megfizethető áron van, azért egész magas minőséget tudott biztosítani a fotósoknak, és pontosan ezért választotta rengeteg fotós ezt a típust. Ez a film a sokoldalúsága miatt tűnt ki a többi közül, mivel hogy jól lehetett használni portréfotózásra, tájképfotózásra, akár még eseményfotózásra is. És a fotósok pontosan ezért szerették, mivel hogy nagyon széles volt a felhasználási lehetősége. És itt van pár példa fotó, amit én készítettem, próbáltam különböző fényviszonyok mellett használni a filmet. Nagyon fontos még, hogy amiket láttok képeket, azokban nincsen semmiféle utómunka, és egy Canon AV1-es filmes géppel lettek készítve. De gyűlölöm ezt a részét. Na mindegy, jön egy kis biznisz. Szóval én részt veszek egy Amazon Affiliate programban, ami azt jelenti, hogy a leírásban fogtok találni egy linket, amire ha rákattintotok, akkor ti is meg tudjátok rendelni ezt a Kodagold 200-as filmet. És hogy ez miért jó? Ez azért jó, mert ebből, hogyha ti ezen a linken keresztül rendeltek, akkor ebből nekem leesik egy kis alamizsne, amit majd később, ugye, ami ebből bejön lóvé, azt a csatorna fejlesztésére fogok tudni fejleszteni. Szóval, köszi! Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomj egy like gombot, ha nem, akkor nyomj egy dislike-ot. A komment szekcióban tudod megosztani velem a gondolataidat, illetve kíváncsi vagyok, hogy ti fotóztatok-e már a Kodagold 200-as filmmel, illetve mik a tapasztalataitok ezzel kapcsolatban. És természetesen iratkozzatok fel, hiszen ezzel is támogatjátok a csatornámat. Sziasztok!